Üdvözlünk a Vacsmocsó Magyarország csatornáján, ahol ma az Unibet támogatásával 20 olyan szappanoperát és telenovellát gyűjtöttünk össze, melyek a 90-es és a 2000-es években futottak az országunkban. Sziasztok, én Zsombor vagyok, és ebben a videóban azokat a szappanoperákat és telenovellákat szedtük listába, amelyek minden magyar embert a TV képernyők elé ültettek a 90-es és a 2000-es években. 20. Megveszem ezt a nőt. A Monte Cristo grófja című regény alapján készült mexikói telenovella története nagyrészt a 20. század hajnalán játszódik. A szappanopera középpontjában a tiszteletre méltó Montes de Oca család áll, aki Campeche nagyra becsült tagjai. Rodrigo Montes de Oca unokahúgaival, a szépséges Blanca Florral és Matildével él együtt, és reménytelenül beleszeret Blanca Florba. Ám a lány nem viszonozza az érzéseit, inkább a szegény halászfiúba, Enriquébe szeret bele. Matilde viszont teljesen oda meg vissza van unokabátyáért, és bármilyen aljasságra képes, csak hogy elnyerje a szívét. Soledad, a dadós, pedig már azt sem tudja, hogy merre kapja a fejét. Ne mondj ilyen, gyermekem, nem szabad ilyeneket mondani, kedvesem. 19. Marisol. A mexikói telenovella főszereplője Marisol, akinek csupa fájdalommal teli élete van. Az arca egyik oldalát egy nagy csepphely torzítja, amit gyerekkorában szerzett, amikor ráesett egy tükörre, ezért a hajával folyton próbálja elfedni a heget. Udvarlója Mário csak ki akarja használni a lányt, akinek van elég baja, hiszen virágokat árul, hogy el tudja tartani magát és haldokló édesanyját Sofiát, aki egy súlyos titkot őrizget. A nő végül úgy hal meg, hogy nem fedi fel Marisol előtt, hogy ő valójában a nagyon gazdag Don Alonso Garcés de Valle unokája. A lány megismerkedik a jóképű és kedves festővel, José Andrésszel, aki ténylegesen éppen Don Alonso unokája, de a fiú szülei nem igazán rajonganak Marisolért. Csak akkor derül fény Marisol valódi kilétére, amikor a két fiatal már egymásba szeret, de szerencsére itt sem beszélhetünk vérfertőzésről, mert kiderül, hogy José Andrés apja nem is a vér szerinti apja. 18. A homok titkai. A brazil szappanopera főcselekménye az ikertestvérek Ruth és Raquel történetét követi, akik külsőleg egyformák, de jellemükben ellentétesek. Ruth kedves és jószívű, viszont Raquel egy önző, érzéketlen és gonosz nőszemély. Hol fogtok találkozni? A főtéren, a hotellal szemben. Mit is mondtál, hogy hívják? Marcos. Ruth összejön Marcosszal, akire végül Raquel is szemet vet, viszont neki csak a férfi vagyona kell. Kihasználva a kettejük közötti hasonlóságot, elcsábítja testvére szerelmét, ami sikerül is neki, hiszen Marcos végül feleségül veszi a gonosz Raquelt. Viszont szeretőt tart, és az egész ármánykodását a holdkórosnak csúfolt Tonyó fedi fel, aki viszont teljesen odáig van Ruthért. Majd Raquel balesetet szenved a tengeren, és halottnak hiszik, Ruth pedig átveszi a helyét Marcos mellett. De Raquel nem halott, és visszatér, hogy bosszú. 17. Titkok és szerelmek. A titkok és szerelmek története a múltban indul. Luciana egy szegény fiatal nő, aki szobalányként dolgozik a tiszteletre méltó Velarde házban, és beleszeret munkadója fiába, a fiatal papnövendékbe, Juan de la Cruzba. Egyik éjszaka egymásba is gabajodnak, Luciana teherbe esik, kirúgják a házból, de anyagi helyzete miatt nem tudja felnevelni gyermekét, Krisztinát, így a lány zárdába kerül. 20 évvel később Luciana már egy tekintélyes divatház tulajdonosaként feleségül megy egy vonzó tévészínészhez. Krisztina éppen Luciana modellügynökségéhez jelentkezik dolgozni, azonban eleinte nem tudják, hogy ők igazából anya és lánya, továbbá Krisztina beleszeret Viktor Manuelbe, aki pedig Luciana mostoha fia. Kacifántos történet, de hát mit is várhat az ember egy mexikói telenovellától? Nagyon szenvedek, lány! Nem vagyok a lánya! Ne szólítson annak, ehhez nincs joga! De van, és tudod miért? Hallgass! Mert én vagyok az anyád! Mit mondott? Az igazat. Nem. 16. Szeretni bolondulásig. Gabriela Spanica főszereplője ennek a mexikói szappanoperának, aki Mária del Cielo-t alakítja, egy gyönyörű, jószívű és erős akaratú fiatal lányt. Amikor Marco Durán megérkezik a San Carlos nevű kisvárosba, azonnal vonzódni kezd a lányhoz, de a lány nem lát benne többet, mint egy betolakodót, aki azért jött, hogy pénzével megmérgezze San Carlos békés életét. Ígyunk mondjuk arra, hogy újra találkoztunk. Hányszor mondjam, hogy megértse? Nekünk a világon semmi közünk egymáshoz. Csak azért jöttem, hogy megkérjem, ne molesztáljon többé.
Továbbá Cielónak vőlegénye is van, akibe pedig menthetetlenül beleszeret a lány húga, Brisa. Később kiderül a hűtlenség, és Cielo arra kényszerül, hogy a számára teljes mértékben ellenszenves Marco felesége legyen. A szerelem az egész sorozat mozgatórugója, hiszen minden szereplőnek meg kell élni a valódi érzéseit, különböző áldozatok és döntések meghozatalával. 15. A betolakodó. Ismét csak egy Gabriel Espanikos sorozat, amelyben a színésznő ezúttal Virginia Martinez-t, a szép, egyszerű és becsületes nőt alakítja, aki nevelőként dolgozik Rodrigo Junquera kúriájában, akinek 6 gyermeke van. Az egyik fiú, Carlos Alberto, elkezd kacérkodni Virginiával, de csak szórakozik a lányjal, viszont a lány teljesen beleszeret, miközben a családapa elherdálja a vagyonát, és kiderül, hogy halálos betegségben is szenved. A férfi üzlettársa, Alirio, és annak családja vérszemet kap a pénz miatt, és mindent megtesznek, hogy megszerezzék azt. A haldokló Rodrigo pedig végül feleségül kéri Virginiát, hiszen a nőben minden megvan ahhoz, hogy halála után is egyben tartsa a családot, de ennek természetesen nem mindenki örül. Hálás vagyok magának, de... Hozzám jössz feleségül? Zavarok? 14. Maria Mercedes. Maria Mercedes, pa servirle a usted, de mi familia me encargo yo. A Mária trilógia első részeként a Mária Mercedes természetesen Mária Mercedes történetét meséli el, melyben a szegény lány lottószelvényeket árul, hiszen apja alkoholista, így neki kell eltartani a családját. A lány egy nap találkozik egy gazdag férfival, Santiago del Olmóval, aki kvázi gyűlöli a saját családját, különösképpen a kegyetlen és pénzéhes sógornőjét, Malvinát. A súlyos betegségben szenvedő férfi nem akarja, hogy ilyen emberek örököljék a hatalmas vagyonát, és Mária Mercedesben látja a megoldást. A szerelmi szál természetesen itt sem maradhat el, hiszen főszereplőnk, akit Mecsének becéznek, beleszeret Jorge Luisba, Malvina fiába. Ez a mexikói szappanopera volt az első igazán nagy sikerű sorozat az énekes színésznő Thalia karrierjében. 13. Kacsorra, az ártatlan szökevény. Natalie Oreiro Antonia Guerrero-t becenevén Cachorrát alakítja ebben az argentin telenovellában, aki egy napon rossz kor volt rossz helyen, így megvádolják egy olyan bűncselekménnyel, amelyet nem is ő követett el. Hogy elkerülje a letartóztatást, megszökik a rabszállító autóból és felveszi a halottnak hit Rosario Acheva személyazonosságát, majd nevelőnőnek adja ki magát a gazdag Moravia családnál. Üdvözlöm, Acheva kisasszony! Na hát... Csak nem te vagy az, akire vigyáznom kell majd. Bruno Moravia vagyok. Bocsásson meg, Moravia úr, tudja, én valahogy idősebbnek képzeltem. Természetesen beleszeret Bruno Moraviába, aki árván maradt a testvéreivel, de a szerelmük beteljesülését folyton megakadályozza valami vagy valaki. A különböző társadalmi osztályok közötti kettős élet teljesen felemészti a lányt, akit persze a rendőrség is gőzerővel keres. 12. Marimar. Marimar, costeñita soy, con mis abuelos crecí yo, en un lindo y cálido mar. Ismét Thalia főszereplésével a Marimar a Mária trilógia második része, amely a nagyszüleivel az óceánparton élő szegény lány Marimar és a gazdag családból származó Sergio szerelmének történetét meséli el. Sergio az apja Renato, és mostohanya Angelica rosszallása ellenére feleségül veszi Marimárt, csak azért, hogy bosszantsa a családját, de közben persze mélyen beleszeret a lányba. Viszont a fiú családja borzasztóan bánik a lányjal, és el is érik, hogy a fiatal pár végül elváljon, miközben Marimar már gyereket vár. Aztán Marimar megtalálja az apját, aki segít neki anyagi és társadalmi helyzete javításában, és a megerősödött nő végül visszatér, hogy megbosszulja az összes fájdalmat, amelyet Sergio családja okozott neki. 11. Édes Dundi Valentina. A venezuelai Édes Dundi Valentina egy hihetetlen történet egy duci lányintézetben nevelkedett lányról, aki a diplomaosztója és anyja halála után rég nem látott rokonaihoz kerül. Itt megismerhetjük azokat, akik örülnek a lánynak, és azokat is, akik nagyon nem. Köztük van a sorozat főgonosza, Olimpia, akinek jóképű fia Orestes beleszeret Valentinába. Olimpia természetesen minden erejével a kapcsolat ellen van, miközben mindenkit megvezet azzal, hogy jó szívűnek tetteti magát. Elkészültem, Olimpia asszony. Nagyon jó. Nagyon jó, ez már tetszik, Olimpia asszony.
Rájöttél, hogy hol vagy. Itt az ideje, hogy tisztázzuk a dolgokat. Aztán kiderül, hogy a Villanueva örökség legnagyobb része Valentinát illeti, ami még inkább szúrja egyesek szemét, és többen összefognak annak érdekében, hogy megszerezzék a vagyont szegény lánytól. Viszont Valentinát sem kell félteni, mert nem fél harcolni az őt még illető pénzért, tiszteletért, az igazságért, és persze a szerelemért sem. 10. A pompák királya. A brazil telenovella története két olasz bevándorló család, a Mezengám és a Berdinazzi család közötti halálos rivalizálással kezdődik a földjeik elhatárolása miatt. A fiatal Enrico Mezenga és a Berdinazzi pátriárka lánya Giovanna között valószínűtlen szerelem szövődik, amely halálos véget ér. Az időközben született fiúknak, a Bruno Berdinazzi Mezengának elnevezett gyermeknek azonban később sikerül igényt tartani az örökségre, és így ő lesz a leggazdagabb brazil szarvasmarha tenyésztő, vagyis a pampák királya. Majd megismerkedik Luanával, egy idénymunkással, és egymásba is szeretnek, de aztán kiderül, hogy Luanának is köze van a Berdinazzi családhoz, aki eleinte maga sem ismeri a valódi múltját. 9. Rosalinda. A Rosalinda volt Tália utolsó szappanopera szerepe, hiszen a színésznő inkább már a zenei karrierjére szeretett volna koncentrálni. A történet középpontjában egy szegény fiatal lány áll, aki megismerkedik és összeházasodik a gazdag családból származó Fernando Joséval. Akkor elképzelhető, hogy hamarosan újra találkozunk. Lehetséges. Viszont a férfi édesanyja, Valéria, abszolút nem örül ennek a házasságnak, és mindent megtesz azért, hogy elválassza a szerelmeseket egymástól. Később kiderül, hogy Rosalinda valódi édesanyja börtönben van, akit azzal vádolnak, hogy annó megölte Fernando José édesapját, ami miatt a srác teljesen kiakad, elhagyja a lányt, ami pedig Rosalindát töri össze teljesen. Kórházba kerül, elveszíti az emlékezetét, majd egy tűzeset után mindenki halottnak hiszi őt, és végül Paloma néven kezd új életet, és híres énekel. Nő lesz. Persze évek múlva ismét összetalálkozik a két főszereplő, és újra egymásba szeretnek. 8. Sonia Doras, szerelmes álmodozók. Sonia Doras, a mexikói sorozat Fernandáról szól, aki egy rehabilitációs központ pszichológusa, akit nemrég tragédia ért. Vőlegényét egy rablás során meggyilkolták, édesapja pedig a támadás során lebénult. A történet elején kiderül, hogy Eugenio de la Peua egy gonosz drogdíler szerelmes Fernandába, és mindenre hajlandó, csak hogy a felesége legyen. Fernanda azonban megismerkedik a jóképű José Luis íróval, aki irodalom tanár a helyi középiskolában. Egymásba szeretnek, de nem is sejtik, hogy ezzel milyen lavin indítanak el. Valamint megismerünk négy diáklányt is, akik egy gazdag magániskola tanulói, és mindegyiküknek megvannak a saját problémái, legyenek azok családi dolgok, vagy éppen szerelmi szál. 7. Betty a csúnya lány. A modern Ruth kiskacsa történetet többen is feldolgozták már, de az első a kolumbiai szappanopera volt, amely elnyerte a tévétörténelem legsikeresebb telenovellája Guinness világrekordját is. A történet szerint adott egy Ecomoda nevű sikeres kolumbiai divatcég, ahová titkárnőként jelentkezik a külsejében nem éppen divatosnak mondott Betty, akit mindenki meglepetésére fel is vesznek a munkára. Miért nem csatolt fényképet a szakmai önéletrajzához? Nos, tudják, mivel olyan sok állás interjúra jelentkeztem egy időben, elfogytak a képek. De ha gondolja, holnap behozok egyet szívesen. Nem érdekes. Ám Betty reménytelenül beleszeret a főnökébe, Armandóba, aki viszont eljegyezte Marcelát, a cég másik tulajdonosának lányát. Armando szem előtt viszont csak a pénz lebeg, és kihasználja a szegény lányt csak is üzleti érdekből. Viszont az idő előre haladtával meglátja a csúf külső mögött Betty értékeit, és más szemmel kezd el ránézni. Időközben Betty tényleg felvirágoztatja a céget, és a történet végére teljesen át is alakul. Külsőre vonzóbb lesz, de meg is erősödik a személyisége, amire abszolút szüksége is van, hiszen rengeteg rossz indulatot kellett elviselnie a happy endig. 6. Maria. A hazánkban nem hivatalosan csak Guberálos Mária címen elhíresült mexikói telenovella a Mária trilógia utolsó darabja. Ismét csak Tália látható a főszerepben, mint Mária Hernández, a 15 éves, szegénységben felnőtt lány, aki a város szeméttelepeit járja, és így próbál napról napra megélni. Egyetlen rokona a keresztanyja, a Casilda, de sajnos ő is meghal, és halála előtt megkéri a helyi papot, hogy gondoskodjon a fiatal lányról. Honorio atya, maga mit keres itt?
Jaj, pont most, amikor még ki sincs takarítva. Jaj. Honorio atya elintézi, hogy Mária beköltözzön a gazdag Don Fernando házába. Viszont a házban élők többsége ellenségeskedni kezd a lányjal, miközben Mária pedig beleszeret a ház daliás, de részeges és rendetlen fiába, Luis Fernandóba, ami csak tovább fokozza a problémákat. Később gyermekük is születik, akit aztán Mária elajándékoz, amikor átmenetileg teljesen elveszíti a józan eszét. Örökbe fogadnak egy másik gyermeket, de reménykednek benne, hogy azért valamikor a sajátjuk is elő fog kerülni. 5. Csacska angyal. Erre az argentin sorozatra akár tekinthetünk úgy is, mint egy modern hamupipőke történetre, amelyet szappanopera köntösbe bugyaláltak. Florencia a fiatal, bohókás és csupaszív lány elég szegény körülmények között él, viszont nevelőnőként munkát kap a gazdag, árván maradt Fritzenbaden családnál. A legidősebb testvér, aki egyben a család fenntartó is, Federico, enyhén szólva is mogorva személyiség, viszont elindul közte és Flor között egy szerelmi szál. A helyzetet csak tovább bonyolítja a Federico mennyasszonya, a vipera tekintetű delfinám, annak édesanyja Malala és a rengeteg sok romantika, indulat és ármánykodás a karakterek között. A második évadban az időközben elhunyt Federicot Maximilian helyettesíti, és az egész sorozatot egy óriási esküvővel zárták le. Ebben az időszakban nem volt olyan lány az országban, aki ne szeretett volna színes tornacipőt magának, és mindenki a sorozatban hallott zenéket énekelgette, még ha a spanyol dalszövegek jelentését igazából senki nem is értette. Negyedik, Paula és Paulina. Un día llegaré con un disfraz distinto el color. El is érkeztünk a Gabriela Spanik és Fernando Colunga főszereplésével készült Paula és Paulinához. A mexikói telenovella középpontjában egy ikerpár áll, akik egy gyerekkorukban elválasztottak egymástól. Külsőleg mint két tojás, de a személyiségük nem is különbözhetne jobban egymástól. Paula gazdag és kiváltságos életet él, de boldogtalan házasságban van a milliómos üzletemberrel, Carlos Daniel Brachóval. Szeretőt tart, akivel el akar tűnni egy rövid időre, és éppen kapura jön neki, hogy összetalálkozik a szegény és szerény Paulinával, akit rávesz arra, hogy vegye át a szerepét a Brachóházban. Paulina igyekszik megfelelni a család és a társadalom elvárásainak, de hamarosan rájön, hogy Paula mennyire manipulatív életet élt, és mennyire nem szereti őt senki, de persze most Paulina kapja az összes sarat. A lány arra törekszik, hogy helyreállítsa az életet a Brachó családban, miközben az igaz szerelmet is meg akarja élni. Majd Paula azzal a szándékkal tér vissza, hogy visszaszerezze mindazt, amit elveszített, és bosszút álljon Paulinán. 3. Rabszolgasors és Izaura, a rabszolgalány. A dobogó harmadik fokára az a szappanopera léphet fel, amely annyira hitelesen bemutatta egy rabszolgasorba kényszerült lány történetét, hogy kering egy olyan legenda, hogy a magyar emberek pénzt gyűjtöttek Izaura felszabadítására. Az, hogy ez igaz-e vagy sem, azt nem tudjuk biztosan, de azt tudjuk, hogy a rabszolgasors volt az első latin-amerikai teleregény, amely eljutott az európai, köztük a magyar közönség elé is. Az alaptörténet az, hogy Izaura, a rabszolgalány egy brazil farmon él úrnőjével, Doña Esterrel, akinek férje Almeida parancsnok, valamint azok fia zsarnokoskodik a lány felett. Izaura többet nem ülhet a mi asztalunkhoz, mintha ő is családtag volna. Kérlek, tudod, hogy én úgy szeretem, mintha a tulajdon lányom volna. Nem érdekel, hogy te szereted-e Izaurát. Mindennek van határa. Sok szerencsétlenség után viszont Izaura megismerkedik Álváróval, akivel egymásba szeretnek, de kapcsolatuk természetesen nem alakul zökkenőmentesen. 2004-ben rebootolták a sorozatot, amely szintén nagy népszerűségnek örvendett hazánkban, olyannyira, hogy még egy TV csatornát is elneveztek a főhősnőről. 2. Esmeralda. Esmeralda. En tus ojos.
Az ezüstérmet az a mexikói telenovella kapja, amelynek szegény főszereplőjéért állítólag ismét összefogtak a magyar emberek és gyűjtés szerveztek a vak Esmeralda szemműtétjére. A gyönyörű zöldszemű Leticia Calderon és Fernando Colunga főszereplésével készült sorozat alaptörténete a következő. Egy viharos éjszakán egy szegény nő meghal vajudás közben, miután egy egészséges fiúgyermeket hozott a világra, míg egy gazdag családban egy látszólag halott kislány születik. Mivel a házura fiút szeretett volna, így a falu gyógyítója és a gazdag család dajkája megegyeznek egymással és titokban kicserélik a csecsemőket. Azonban nem számítanak arra, hogy a kislány mégsem halt meg, viszont vakon jött a világra. 18 évvel később a két fiatalt, Esmeraldát és José Armandót összehozza a sors, és mit ad Isten, természetesen egymásba szeretnek. De ez persze sokaknak nem tetszik, köztük José Armando, vagyis igazából Esmeralda apjának, Don Rodolfónak sem. Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen minden nap kerül ki új videó a csatornára, majd nyomd meg a kis harangombat is, hogy elsőként értesülj legújabb tartalmainkról. Első, vadangyal. Ha Magyarországon bárkinek is megemlíted a szappanopera vagy telenovella szót, akkor elsőként biztosan a vadangyal, és ez a főcímdal fog az eszébe jutni. Az argentin telenovella középpontjában Natalia Oreiro alakításában Milagros Esposito, vagyis Mili mindennapi megpróbáltatásai állnak. A kicsit sem hétköznapi Mili zárdában nevelkedett fel, de egyáltalán nem egy visszahúzódó jellem. Egyszer fiús ruhában focizik a többi gyerekkel, máskor pedig dögös ruhában táncol egy diszkóban. Egy ilyen este alkalmával ismerkedik meg a Facundo Arana által alakított Ivo Di Carloval, akivel eléggé bejönnek egymásnak, majd láss csodát, a lány éppen a fiú házában kap munkát. A történet pedig innentől egyre kuszább és bonyolultabb lesz, hiszen feltűnik a színen Ivo unokatestvére Pablo, akinek megtetszik Mili, de képbe kerül Ivo régi barátnője Pilar is, valamint a fiú szülei körül is rengeteg a probléma. Aztán kiderül, hogy a két szerelmes igazából féltestvér, bár nem vér szerint. Magyarországon akkoriban nem igazán volt olyan ember, akit egy ilyen történet és egy ilyen főszereplő ne szegezett volna a képernyő elé. Ti bírjátok a szappanoperákat? Melyik volt a kedvencetek? Írjátok meg nekünk kommentben, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára!